Tojásfák, színesre festett díszes óriás tojások nyuszik kosárban. A város önkormányzatának jóvoltából ezek a képek fogadják Pakson az újonnan felújított atomtéren sétálókat. Nekünk mindennapos program, hogy meglátogatjuk. A Gyuszko kifejezetten élvezi ezt az új dekorációt. Őszintén szólva néha egy kicsit túlságosan is, úgyhogy tegnap némileg meg is bontottuk az egyiket. A tojásfákat a lakosság által leadott hímes tojásokból díszítették. Van közöttük festett, ragasztott, horgolt, mese és népi motivumokkal ellátott színes tojás. Mi is készítettünk egy tojást rá, amit ugye nem tudtunk leadni időbe, ezért pont gondoltuk, hogy elhozzuk és csak úgy felcsempészünk. Otthon is minden évben feldíszítjük a lakást minden ünnepre. A Paksi Kertbarátok tagjai a körforgónál is húsvéti hangulatot varázsoltak kompozíciójukkal a köztérre. Elvettük a kapcsolatot, mikor meghirdették ugye az atomtérre a húsvéti dekorációt, hogy az önkormányzat ugye hatalmas húsvéti tojásokat helyezett ott el, és ehhez kapcsolódtunk mi is. A nyuszik, a virágok, a barka mellett a locsolás régi jelképei is jelen vannak húsvéti installációjukban, úgy mint a vödör és a kanna, mondja az egyesület vezetője. Paksváros önkormányzata a húsvéti dekorációval kapcsolatban fotópályázatot is indított a lakosság körében.